Szépen terjedte a híre, hogy újra nyitva vagyunk, így aztán egyre többen eljönnek újra hozzánk, mondta Sági Lajos a igazgatója. Az elmúlt három hónap nem volt egyszerű, és ennek hatása még most is érződik. Nagyon aranyosak az olvasók, mert valahogy egy picit úgy érzem, hogy tartózkodóbbá váltak, tehát hogy ők azért még nagyon szerintem ilyen kölcsönös óvás van a dologban, hogy önmagukat is, meg bennünket is. Nagyon aranyosak jönnek, megkérdezik, mit hova rakhatnak le, tehát hogy tudomásul veszik, hogy azért még a szabályok nyilván tovább élnek, azokat még azért ugye nem tettük félre. Ami nagyon fontos, nem lehet... A kölcsönzésen kívül az úgynevezett helyben lévő szolgáltatásokat, mint például nem tudnak nyomtatni, nem használhatják az internetet nálunk nem ülhetnek le újságot olvasni, ami bizony sokaknak hiányzik, főként az idősebbeknek, de bízunk abban, ugye majd ahogy egy kicsit megint előrébb megyünk az időbe, akkor ezek is változni fognak, de tudunk nekik segíteni, mert például ma is volt olyan beiratkozott olvasó, ráadásul új olvasónk, aki pontosan azért jött, hogy vigyen haza újságot, ugye ennek megvannak a szabályai, elviszi, kiolvassa, hozza vissza. Még mindig ugyanúgy nyilván karanténba kerülnek a könyveink, le vannak fertőtlenítve, csak bizonyos idő elteltével hozzuk be a, vissza az állományba. Tehát megvannak ezek a szabályok, amiket még követünk, és nagyon bízunk abban, hogy ahogy azért jönnek új olvasóink is, a régieket is bízunk abban, hogy nem rettentett el ez a helyzet, hogy csak így közvetve rajtunk keresztül tudták ezt a szolgáltatást igénybe venni, hogy egyáltalán könyvet kölcsönözzenek. Június 22-től a teljes nyitvatartással és szolgáltatással működik majd a könyvtár. Három alkalommal estig leszünk nyitva, és már majd beindulnak a szombati kölcsönzések is. A könyvtár számos rendezvénynek is helyt adott, illetőleg szervezett látogatói számára programokat. A tavaszi programsorozatok közül minden elmaradt, hogy ebből mi valósulhat majd meg, egyelőre még nem dölt el. Az ünnepi könyvetünk elmaradt, ugye az egy, nekünk az egy nagyon nagy rendezvény, meg országos szinten is egy nagy rendezvény. Idén Barát Viktoriát vártuk volna, de nagyon kedves volt, mert felajánlott, hogy amint a helyzet alkalmassá teszi, ő jön Bátaszékre, és akkor meg tudjuk őt mutatni az olvasóinknak a az általa írott könyvekkel együtt. A gyermeknapunk maradt, tehát azért nekünk vannak ilyen nagyon fontos és hangsúlyos rendezvényeink, amelyek bizony most kimaradtak. Én megmondom őszintén, láttam egy-két helyen, hogy meghirdetik a gyereknapot, egyebeket. Én úgy gondolom, és ez az én véleményem, hogy én visszafelé már nem tudnék gyerek, már nincs aktualitása, tehát visszafelé én nem tudok egy rendezvényt megtartani, annak nem akkor van az ideje. Ez olyan, mint például egy születésnapot se tartatok meg egy hónappal korábban, vagy három hónappal később, mert mert akkor már nem aktuális. Tehát én ehhez így következetesen ragaszkodom. Én úgy gondolom, hogy ha beindul ez az egész dolog, hogy. Ö, meg tudjuk a rendezvényeinket tartani, visszajönnek rendesen a, a kedves olvasóink, akkor viszont mindenki felveszi a fonalat ott, ahol tartunk, majd ott lépünk be abban a bizonyos időszakban, ha most azt mondom, hogy ez október és az őszi könyvtári napok, akkor, akkor lesz egy csomó rendezvényünk, de ezt addig ki kell várni.